Melbevágó, meghökkentő és időszerű. A jó színdaraboknak ezekkel a tulajdonságokkal is rendelkezniük kell, hangsúlyozta előadásában Urbán András rendező, aki a VM4K Európa és mi sorozatunk vendége volt csütörtökön. A szervezők elmondták, azért pont ő, mert ma Urbán a régió legjelentősebb alkotója. Tudjuk, hogy Urbán András körbejárta a Balkánt, Jugoszlávia régi országait, illetve hát más országokba is eljutnak előadásai, rendezése emiatt. A Kosztolányi Dezső Színház igazgatója előadásában elmondta, azt szeretné, ha kollégáitól is hasonló darabokat látna viszont a színpadon, mint amilyeneket ő rendez. Kifejtette, Tália szentében a produkcióknak szórakoztatniuk is kell, de azt nem elcsépelt módon, hanem újszerűen. Szereti, ha a jó színház felzaklatja a közönséget, bár ő elalvás előtt nem feltétlenül szeret olyan filmekre pihenni a tévé mellett, amelyek felzaklatják, hiszen azért a nyugalom is fontos, véli. Mondjuk már mondjuk egy olyan helyzetről beszéltem, ahol aludnom kellene, mert mondjuk olyan kötelességeim vannak, hogy csak pihennem is kellene. Én a színházban nem félek attól, hogy mint néző se, hogy olyan történettel találkozok, ami akár fölzaklat, sőt. Urbán András hozzáfűzte, nem szereti, ha valami unott és ismétlődik. Ezért törekszik munkájában is folyton valami mást mutatni, mint amihez hozzászokott a közönség.